Ez az első év, hogy ágazati szakmai érettségi vizsgát kell tenniük azoknak a végzős diákoknak, akik szakgimnáziumba jártak. Így tehát a kötelező magyar, matematika, történelem és az idegennyelvi érettségi mellett az ötödik vizsga a szakgimnazistáknál 2017-től már nem választható, hanem a szakmacsoportjuknak megfelelő szakmai tárgyból kötelező. A Csonka János szakgimnáziumban 48-an tettek szakmai érettségi vizsgát a mai napon. Négy ágazat, rendészet, sport, közlekedés és közlekedésgépészet tanulói adtak számot tudásukról írásban. A végzősök csupán néhány hónapja, tavaly decemberben tudták meg a pontos követelményeket, így a tanároknak sem volt könnyű dolguk a felkészítés során. Faktába lövöldöztünk gyakorlatilag, mivel nem tudtunk feladatokat, hogy mi lesz, mire várhatunk, csak mint a feladatok. Én személy szerint jobbra számítottam, mint amit írtunk. De, hogy mondjam, szóval az első részében ugye volt egy adott mondat, kérdés, és arra három lehetőséggel lehetett válaszolni, szóval, hogy mondjam, 33% az, hogy most akkor van, hogy ez sikerült, vagy nem. Mi emeltszintre készültünk annak idején, ugye változtattak a jogszabályok, tehát most már középszinten is oktatjuk. Éppen ezért azt gondolom, hogy elég jól fel sikerült készíteni a diákokat erre a vizsgára. Így utólag már ismerve a kérdéseket, talán inkább könnyű volt számukra, de voltak olyan kérdések, amiben meglepetést okozott, de mindenképpen megoldható és egy közepes szintű nehézség a korábbi hasonló tantárgyakhoz képest. A szakmai érettségre 5-6 szakmai tantárgy témakörét kellett áttanulmányozniuk a vizsgázóknak, köztük olyat is, amit még évekkel korábban tanultak, de kiegészítő tárgyakat is fel kellett frissíteniük. A szakmai érettségvizsga írásbeliét júniusban a szóbeli megmérettetés követi.